Hm. Na, Joe! Majdnem azt mondtam, hogy megjött a pak, de már 8 napja megjött, ugye a villanyórában volt, mint kiderült, már 24-én belerakta a GLSS. Már az elején azt le kell, hogy tudjuk, még mielőtt a butácskák ugye belekötési ingert éreznének a dologba. Ja, meg hogy ne legyen kérdés, azzal kezdjük, hogy honnan rendelted, mert lehet, hogy valaki egyből csak ide talál. Ez a sativa.unas.hu. sativa.unas.hu. Na, náluk van ez kiírva. Webáruházunkban olyan termékeket, cannabisvirágok és hasis talál, amelyek alacsony pszichoaktív anyag, jelen esetben THC, koncentrációjának köszönhetően legális felhasználásra szánt termékek. 0,2 van benne. Na most azt a 100-hoz képest tudod, hogy... Mármint a megszokotthoz képest 0,2. Mint amikor ilyen arányú volt az alkoholmentes sörök. Most már azt is tudják, hogy nullás. Bocs, ha koszos a körmöm, kályhát takarítottam. De legalább meleg van. Ezek a növények magas CBD, azaz cannabidiol. Jól olvastam? Tartalmúak, mely anyag teljesen legális és hatásos, aromaterápiás termék. Az általunk kínált fajok, amnézia, black mamba, bublegum, kritikál, stb. Színükben, szerkezetükben, termesztési módjukban és terpén profiljukban íz, illat, aroma különböznek. Termékeink az Európai Unió által jóváhagyott vetőmagfajták listáján szereplő tanúsított növényfajtákon alapulnak. Különféle súlyú 1G, 2G, 4,2G. Hermetikusan zárt csomagolásban árusítjuk. Hasis unboxing. Hát, nem nehéz a csomagot, biztos. Grammokról van szó. Ez minden. Papír alapú gyújtó. Persze pécsi a székhelye ennek a webshopnak. Ilyen pécs az nagy idő. Hippi város, hogy mondjam. 30 cipsi kis pályos a bolt, stb. Én, ugye voltak ezek a felsoroltak, hogy bublegum, meg hiper, meg izé. Én mind a kettőből a relaxot rendeltem. Mert vannak olyan fajta dolgok is, amik ugye pont, hogy felpörgetnek. Mint az energiaital. Én azt szeretem, hogy... És ha bármit fogtok rajtam látni, az csak is a placebo hatás. Mert az nekem van. Ez körülbelül 21% CBD, azt írja. Amnézia. Ennek mi a másik? Ketam a has. Ez is 1G. Körülbelül 5,4. Azt nem látom, hogy melyik a has. Hátul van izé tutoriál. Aromaterápiás termék kizárólag 18 éven felüliek számára, a megszokott füstölő mennyiség 2-3-szoros adagját alkalmazd. Használat. Fogj egy füstölő edényt. Készítsd elő az aromaterápiás terméket. Mi? Edény. Te vagy már az edzőm. Vákum csomagolás. És utána visszazárhatós. Tudod? Ez mi? De be van valami zselé. Integra Boost.
Vedd le edény tetejét, készen is vagy. Önts bele a megvásárolt füstölő tasak tartalmának egy részét. Ja, hogyha úgy akarod, akkor ez is kell hozzá, hogy folyamatosan égjen, füstöljön. Amnézia, fűszag van. Két ilyen kis csokrocska, ott a tipik. Egy gram. Nincs pocék lesz. A has is pedig így néz ki. Az a videó. Boom. Az már kavicsocska. Pup Petri, ne röhögjé! Azt mondja, hogy béletből szokott tippet csinálni. Csigát. Hát ebből úgy kell morzsolni. Igen, ez olyan, mint a fika. Belül is olyan. Tudom, hátsó kamerán lenne fókusz. Hülyeség, mikor frontkamerába mutogatják a nők a körmüket. Jó lett? Azt olyan Homai City. Visszavákumozom. És akkor ugye semmi dohány, ugye, Lavina? Ilyen. Ezt hogy kell tekerni? Direkt nem hagytam senkinek egy ilyen fullos tutoriált. Az volt, amit megosztottam. Ja, várjál, már vettem ilyen morzsalékonyoskodást. Alszasz? Hát, inkább, mint madarat hokizni. Most arra gondoltak, hogy jaj, milyen videó ez, mit tanít ez a fiataloknak. Pont, hogy a fiatalok szoktak. Ráadásul azok THC-sat szerintem, tuti. Főleg a Viki, mikor fiatal volt. Ez. Micsoda? Na, hogy kell? Szóval, én szépen ollóval. Mit mutattál, Puppet, hogy kövő egy ekkora, amik ennek a el ne vágjam a papírokat. Fele papír. Akkor csinálni bele dupla V-t, vagy M-et, vagy Z-t, vagy ki hogy. Origami fejű. Akkor még egyet. Így, és akkor először M-en kívülre. A Peti meg azt mondta, hogy húzgáljam úgy. Az asztal sarkán. Először ez kifele. Azt még nem kell olyan erősen, de ezt már igen, befele. Ilyen hülyeséggel szórakoztok. A vodkát kibontad, azt iszod. Ennyien körbe celluxozom. Azt hiszed, úgy marad? Söröm sincs, hogyha pánikrohamot kapnék. Móni. Az eszembe se jutott. Hát így összegyűrődött az M betű, vagy Z, vagy W. De úgy maradt. És akkor ez hogy működik? Ez még a külseje, gondolom. Hát
nekem van egy útom, ja, kandalló. Akkor belerakom a tippet, én úgy mondom. Így fogom. Hogy fog ez megállni? Beleszórom. Mi? Hogy de néha kereszt a izét csinálni. De nem, én mit érek vele? Csak kijön itt. Hogy először nem kell annyi? Ki hülyeségek, bazd meg, mély nem tudnak ezek inni. Meg ott sose lesz. Én azt úgy kéne, hogy beletömöm egy üres cigis hüvelybe. De idegesítő ezt csinálni. Mert hogy annyira törékeny ez a papíron kis óvnivaló. Harangozó, te hogy csinálsz olyan vastagat? Hát... vastag tip kell, vagy mi? Fú, hát ez egyáltalán nem szoros. Azt a büdös kurva isten. Nekem mindig az van. Hogy szorulna rá a tipp? Hát ez nincs oda ragasztva. Én cigis Peti voltam. Hol egy ceruza? Betömöm én. Meg még így rázni is szoktátok, de hát akkor nekem kirepülne belőle a fű. És ha valaki nem röhög, hanem rossz indulatú lesz, az van. Most mondom. Az a szégyen, ha tudod. Remélem a rendőrismerősök itt vannak, azt röhögnek. Csöves cigi, Bartos. Hogy? Vákum keletkező, csak hülyén fog égni, hogy ilyen puha. Tudod, milyen rég szívtam füstöt? Igazad volt, Peti, hogy el fog aludni. Nekem nincs, hogy hamukál. De a papírt érzem, Móli. Nincs egy pipátok. Miért nem volt jó filterre? Azzal kell. Kátrány szívok, beszarok. Tudom, ne fújt ki, ne fújt ki! De megszoktam a ciginél, hogy az elsőt kifújjam. De hát szörnyű. A papír ég, azt ott van a torkomon a kátrány. Ilyen hülye videó ötleteket. Mi van, Dezső Bence? Kérsz egy slukkot? Ja, te a simát nyomod biztos, mi? Nem szarozó. Ez korom. Miért lélegezzek be kormot? Hát ez csupa korom.
meg ott kinyitom a kályhát, ugyanilyen szag van itthon. Ez hülyeség. Kuka. Aj, fúj. Ezt a hülyeséget csináljátok. Hú, te. Nagyon ahhoz vagyok már szokva, hogy illat, illat, füstölő illat. Ecigi jó kis mentolos. Ez meg az a tömény. Mint mikor letéptük a fűszőrőt, mert valami baj, véletlen fordítva gyújtottad meg a cigit, fűszőrrel, az jó lesz úgy is. Ugyanaz a kátrányos buzi szar. Ah, fúj. A filtert meg kidobottátok, mi? Miért? Miért tesztek ilyet velem? Nem vettem ki, tényleg? Ja, 9000 valahány száz forint, ilyen hülyeség. Meg milyen edény, miben gyújtsam meg? Mert még inkább meg szagolgatnám, hogy mi van. Hol egy edény, mit készül vasból? Befőtte szüveg. Teteje. Hol most nem lesz befőttem? Van itt. Nem láttam egy párról, már hiányzik. De még megfonyadnak az uborkáim. Ez borzasztó rossz. Filterrel minimum, hát égő papírt letűt beszívni, füstöt lélegezni, bazd meg, azt a bizes kurveget. Hogy tudtam én ezt? Az ide. Ez már korom. Ugye végig csináltam a gusztustan dolgokat. Gyere már ki! Szerintem pipába is köhögnék már füsttől. Most úgy köpnék egyet. Tudod mi az, hogy csula? És akkor ebben van valami boost. Valami van. Takony. Mi az a takony? Ezt most hogy ezt fogjam meg? De iszok egy sört ezután. Ezt a baromságot. Fűszaga van. Micsoda a füstölő. Nem is füstöl. Hát ja, mintha itt füvezne valaki. Jó, hagyjuk.
Be kell baszni a kályhába, azt levenni a kéményt. Vagy csak rászórom a tetejére tűzforró cuccra. A napokig elő. Na jó. Ennek hol az acskója, hogy összegyűjtem, mindegy, ebbe belefér szerintem. Szóval... Tudom. Majd még lesz videó, egyszer kipróbáljuk pipába, de most még költsek pipára? Na, mint ez a kis pici... Nem bong. Szívesen! Lavina, Puppetri, Füves Balázs! Szívesen! Füves Balázs, te írtad, nem? Hogy 99% hogy kuka lesz Peti, ne? Az. Ide szart volna, bazd meg, valamelyik csibélyre, amit szállok. Baba! Semmire. Fúj. Na csak.